A neurológiai betegségek száma évek óta nem mutat kiemelkedő növekedést. Ebből a sztrókok kivételek. A gyógyítás technikája és a gyógyszerezettség is nagyot fejlődött az utóbbi időben, mondta Kondákor István, a Balassa János Kórház neurológus főorvosa, a konferencia házigazdája. Azt mondja, olyan széles skálát szolgált a neurológia, aminek a napi gyógyítás területén tapasztalt esetei tanulságul szolgálhatnak minden gyógyító számára. Szexhárdon külön büszkeséggel mondhatom, hogy egyrészt a helyi eljárásoknak, a szakmák közös kooperációjának köszönhetően, másrészt a Poténak az idegsebészeti klinikával kapcsolatos mindennapos gyakorlatnak köszönhetően a legkorszerűbb technikákat tudjuk alkalmazni az akut stroke tekintetében. De máskor képek, szklerózis multiplex, epilepszia sorolhatnám. Nagyon jó helyzet van olyan szempontból, hogy az elmúlt években, évtizedekben rendkívül jó gyógyszerek kerültek forgalomba, ami Magyarországon is elérhető, tehát sokkal nagyobb arányban tudunk egy nagyon jó minőségű életet, egy elfogadható életminőséget, panaszmentes életet biztosítani. A dél-dunántúli együttműködés példaértékkel bír, mondta Janszky József, a Pécsi Neurológiai Klinika igazgatója. Abból a szempontból, hogy az egyes területek gyógyítására más-más kórházakban szakosodtak. Az idegrendszerre foglalkozó szakemberek már specializálódtak, és éppen ezért, hogyha van három megye, amik a különböző súlypontú ellátásokkal bír, ott ez értelemszerű ez a, hogy kialakítsuk ezt a megosztást. Az idei konferencián 50-nél több esettanulmányt ismerhettek meg a résztvevők.